Litkai Gergely vagyok. Kiöltöztem hát a legszebb színes pinás pulóveremet vettem föl. Hát ahhoz képest a gyerekkoromban így anyám turkálóból öltöztetett, ahhoz képest most már jobban nézek ki. Ő nem azt mondta, hogy turkáló, hanem az, hogy kipróbált ruhák boltja. Az már valakinek bejött egyszer. És én nem is ilyen second hand ruhákból öltözködtem, hanem third hand. Tehát olyan svájci bálásból, amit korábban már hordtak angolok is. És az volt a durva, hogy mire megjött, nem csak kiment a divatból, de ki is nőttem. Én nagyon jól vezetek autót, csak tárgyaknak ütközöm. Szerintem ez nem jó. Ez onnan már az autóoktatómból ered, aki nagyon nagy filozófus volt. Ő mondta, hogy ő csak az olvasó szemüvegével tudja megkülönböztetni, melyik a távolba látó. És én már itt éreztem nála egy bizonyos dolgot, és mielőtt autóoktató lett, mentősofőr volt, és ez így nagyban meghatározta a piros lámpához való viszonyát. Tehát amikor néha megfeledkezett róla, tehát ő úgy gondolta néha, hogy én egy mentőápoló vagyok, akinek átengedte a kormányt, és nagyon sürgősen el kell jutnunk A pontból a János kórházba, és piros lámpánál nem azt mondta, hogy piros, hanem azt néz jól körbe, mielőtt átmegyünk. És ez azért meghatározza az embernek a későbbi életét. Faterral, amikor először vezettünk, párhuzamos kanyarodásnál leszorítottam a 198-as buszt. És Fater több végtaggal kapaszkodott, mint amennyi volt neki. Tehát egy ilyen mini pókember paródiát adott elő az anyósülésen, és azután itt tényleg a félelem járt. És ilyen furcsa baleseteim vannak, múltkor konkrétan automosóban ütköztem. És azt kell, hogy mondjam, nem gyakori. Így, hogy az ember nem hallja hétvégenként a beszélgetést. Laci, mi volt veled? Hát voltunk a családdal mosóban, azt ütköztem. Te is, én is. Ez nem gyakori beszélgetés. És úgy történt, hogy van egy ilyen tábla, ki van írva, hogy állj. Amíg ég, addig állj. Tehát nagyon egyértelmű jelzés, én úgy láttam, hogy elaludt. De nem. Ez egy ilyen negatív Fata Morgana. Azoknak, akiknek nem jött, tehát inverse daily báb. Tehát gyakorlatilag lehetetlen volt. De most az volt a fő probléma, hogy frontálisan ütköztem egy kefével. Na most az a tragikus ebben, hogy a kefe elől nem tudsz kitérni. Tehát minden irányba mennél, maximum ki tudsz menni az üvegen az utcára, de az se egy sikertörténet, lássuk be. Egyik haverom próbálta ki autószalomban a kocsit, kiment vele az üvegen keresztül, és amikor ezt szóvá tették, hogy ezt ott gondolta, azt mondta, az itten fotocellás. És erre nehéz azt mondani, hogy ő választotta a jó megoldást. Na most nem is az a durva, amikor az ember frontálisan ütközik a kefével, hanem amikor föl kell venni utána a kaszkó űrlapot, tehát ki kell tölteni. Ez nagyon megalázó. Azt kell, hogy mondjam, tehát a sematikus ábra, még ugye a kocsi könnyű, hogy egy téglalap, de a kefét nagyon nehéz így sematikusan rajzolni, tehát vízszintes vonal rajta sok függőleges, és mellé írtam, hogy kefe, hogy jelmagyarázat gyanánt. Magamnak egy kis nyilat rajzoltam, tehát hogy szinte alig mentem, kefének van nagyot, hogy az jött, mint az állat, érted? Tehát hogy lehet így, mai világban? Biztosítónál annyit mondtak, nem életszerű. Nem működött. De most a másik, Sam parkolóban indulatból tolattam. Nem szabad, azt kell, hogy mondjam. Onnan eredt az egész, hogy a feleségem egy emberre néz föl nagyon, tehát az neki a James Bond maga, aki tud tenyerezve parkolni. Tehát aki simizza a kormányt, amikor egy szervó manó, aki csak így bepattintja magát a parkoló helyre. És gondoltam, most én leszek az ő kis szervó manója. Csak a parkolóban megláttam a helyet, tenyereztem, mint az állat, és beálltunk. Mondom asszonynak, figyelj, tehát kinyitottam a kocsit, és nem volt rajta tükör. És ekkor felhorgat bennem az indulat, hogy
miért, miért pont én, miért pont most, miért pont itt, és nem is vagyok Frey Tamás. És hátratolattam, de már valaki mögém tolt egy bevásárló kocsit. És van a kocsin tolató radar, arra jó, hogy a becsapódás előtt van egy rövid sípszó. Így hangzott a baleset, ez volt. Harmadik baleset, még tragikusabb volt. Az történt, hogy először álltam ki az egy hónapos kocsival a teremgarázsból. A feleségem navigált, ő általában úgy navigál, hogy így derékig ki van hajolva az ablakon, hogy lássa, mi történik. Néha falas a homloka. És akkor... akkor lehet tudni, hogy tényleg közel mentünk valamihez. Olyan ilyenkor, mint a félbevágott gyerek az úttörő vasúton. Apa, ott egy fa! Mondtam neki, hogy navigáljon, nézze, hogy elfér a jobb háta a kocsinak, így... hát így nézi, tanulmányozza. Kérdezek így egy perc múlva, hogy mi a helyzet. Azt mondja, kevéssé meggyőzően, fasz se tudja. Na most... erre vezetés technikailag nem lehet várat építeni. Azt kell, hogy mondjam. Én a kritikus helyzeteket gyors döntéssel szoktam áthidalni, nagyon nagy gázt adtam. Kocsinak lement az egész jobb háta. Mondjuk így, amikor kicserélték, akkor kocsi egynegyede egy új alkatrész kapott, így pozitívan nézzük, akkor csak 3 hetes volt, ha szummát vontunk, mert ugye egy hónapból 1 hét az 3 hét, és a feleségem látta, hogy így föl vagyok izgatva idegi alapon, és mondta, hogy Gergő, legközelebb, ha bizonytalan vagy, kérlek, ne engem kérdezz. Ennyi volt, de ő így gondolkodik, amikor otthon hagytam egyszer a mobilomat, egy üzenet volt, feleségem hagyta, Gergő, itthon hagytad a mobilodat. És próbáltam, hogy logikailag miért kérdezte ezt. Azt mondta, nem lehet sarokba szorítani, azt hittem, előbb hazaérsz. Nagyon nehéz. Zárásként csak hatházi kollégával voltunk Kapolcson a Művészetek Völgyében fellépni, és feleségem akkor már ilyen nagyon terhes volt. Tehát így rendesen meg volt terhesedve ez a... így, aki csak középen Shrek. És úgy hívtam, hogy Dinnyé Ropi. És... Dinnyé, Ropi, Ropin Dinnyé, de igaz, mert a Dinnyén is volt Ropi, tehát Ropin Dinnyé, Ropi, ez volt tulajdonképpen a kombináció. És hát mondta, hogy mi őt diszkrimináljuk, mert hogy 8,99 század hónap terhesen miért nem jöhet el. Hát mondom, én nem böngésztem végig a Dr. Spockot, de abban nem az van, hogy ilyenkor a legjobb utazni, tehát ki tudja, hol kell anyakönyvesztetni ugye a gyereket, tehát így a született a tipkúton, ez azért nem annyira ütős az életrajzban. És mi volt az első, amit meglátta? Egy töltőpisztoly. Ez nem olyan jó. És elindultunk, feleségem ül hátul, megyünk az M7-esen, és csak megszólal, fiúk, én úgy ennék barackot. Hát mondom, nem tudom, hogy gyakran jár-e autópályán, de így viszonylag kevés a mobil zöldséges, aki így jön, mint a Lee Frost melletted, így lehúzza az ablakot, jó napot kívánok! Így. Most csak 250 a banán akarnak valamit, és akkor... de én mérem le, tudod, mint a Tesco-ba. És ilyen nincsen, mert így mentek így 80-nal, így válogatsz, tudod, a málnák között, hogy mindegyik tessék, ilyen nincsen. Mögötted meg a mercisok, vannyát a mobil zöldségesnek már. Valaki megint mákot vesz, érted? Ilyen nincsen, azt kell, hogy mondjam. És hát Balatonfelvidéken tudtunk barackot vásárolni, megvásároljuk, beülünk a kocsiba, és elindulunk, megint megyünk 10 kilométert, feleségem megszólal, fiúk, és ki fogja megmosni? Na mondom... tehát, hogy a hormonális változások ilyenkor a férfira is átragadnak, azt kell, hogy mondjam. Tehát én nekem kapásból egy 140/250/320 volt a vérnyomásom. És
Mondom, jó, álljunk meg. Megálltunk közkifolyónál, megmostuk a barackokat, beültünk, és meghámozta. Tehát nem tudom, ki ismeri ezt a típusú embert, aki a banánt is megmossa, mert ki tudja, érted, hogy mi történhetett. Ez az az ember, aki szkafanderre is óvszert húz, érted, hogy azért nehogy valami történjen. És megérkezünk, lebonyolódott a fellépés, indulunk vissza, azt mondja, ne arra menjünk, amerre jöttünk. Mert hogy ő unatkozik. Nem mondom, tök sötét van, tehát egyik nem lehet látni, én meg nem különböztetem, merre jöttünk, merre mentünk, azt mondja, én ne beszéljek, mert én elölülök. Úgyhogy én nem vitatkoztam tovább. Elindultunk hazafelé a kacskaringós úton, hatházi kollega vezetett, kisvártatva megint megszólal, annyit mondott, de a kétségnek szikrája sem volt a hangjában, azt mondja, hányni fogok most? Nem így a közeljövőben, tehát, hogy így bizonytalanul eltolva ennek a reverzív bélfolyamatnak ugye az időpontja. Most, hát mondja a hatházi kollega, jó, megállunk, akkor hányjon itt. És kinéz, ez nem tetszik. És így elkezdett válogatni, tehát, hogy túl ritkás a csalitos, itt túl sűrű, itt meg szar a panoráma, érted, szóval így kanyarba meg nem hányok, mert még rosszabbul leszek, ugye ez így nem jó. És megyünk tovább, és így Várpalotán van egy kézilabda csarnok, mellett egy telefonfülke és egy vendéglő. Kézilabda szurkolók így jöttek éppen a csarnokból megünnepelni a csapat győzelmét. Feleségem meglátta ezt a kis együttest, azt mondja, itt. Ez az ideális. Hát én nem akartam már vitatkozni egy 9 hónapos terhes asszonya. Kézilabda szurkolók szempontjából a következő látszon. Egy kocsi füstölgő kerekekkel megáll, kiugrik egy nagyon terhes asszony. Tehát így elkezd szaladni egy lavina, amiben benne akadt 2 fenyőgaj. Így megállíthatatlanul gurul a telefonfülke felé. Feltépi az ajtót, mondták ez... Ide fog szűni, basszus, ezt nem hiszük el, tehát... Mentők jönnek, akkor már tényleg csak fényképet tudnak csinálni közöset, mert ilyet még nem láttak. És a feleségem annyit csinált, föltépte a telefonfülke ajtaját, és lehányta a telefonkönyvet, majd kijött, becsukta az ajtót a kocsiba, és elszágódottunk. És kézilabda szurkolók így nézte, anyját, ez ide szült az alient. Köszönöm szépen a figyelmet!